Jó estét kívánok! Önök a Kaposport magazin újabb nyári kiadását, május 23. kiadását látják. 54. alkalommal rendezték meg a Csík Ferenc emlékversenyt Kaposváron. A háromnapos viadalon 20 egyesület úszói álltak rajtkőre. A hagyományoknak megfelelően idén is Csík Ferenc mellszobrának a megkoszorúzása előzte meg a versenyt. Az ezt követő ünnepélyes megnyitón Pintér Rómeó alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Azt gondolom, hogy ebbe az 54-es számba benn van mindaz, hogy a Kaposvárváros önkormányzatának és a kaposvári embereknek mennyire fontos Csík Ferenc öröksége és Csík Ferenc példamutatása. Ugyanis ezzel az 54. évfordulóval elmondhatjuk, hogy ez Kaposvár legnagyobb múltra visszatekintő sportrendezvénye. Az idei megmérettetést ukrán és szlovák úszók tették nemzetközivé. A sokszínű mezőnyben a fiatalabb korosztály volt többségben. A kisebb korosztályokat tekintve azt gondolom, hogy nagy létszámú mezőny jött. Azt tudni kell, hogy most számos nyíltvízi, illetve korosztályos medencés megmérettetés van a gimnázia AD-tól a V4 olimpiai reménységek versenyén, ahol kaposváriak is részt vesznek. Így a felső korosztályokban egy kicsit szűkebb a mezőny, de azt gondolom így is a verseny rangjához méltó. A hazai versenyzők többsége úgy vágott neki a viadalnak, hogy valójában már a közelgő országos bajnokságra szerette volna élesíteni a formáját. Nemrég az allergia miatt nem tudtam annyira úszni, de most már egész jól megy újra, szerencsére. Ez még csak edzőverseny, mert az OB-ra kell majd csúcsformába lenni, ezért ez még csak ilyen felkészítés. Az 54. Csík Ferenc emlékverseny abszolút férfi győztese, a pécsi Jászó Ádám lett, míg a hölgyeknél a kasis Kovács Nóra bizonyult a legjobbnak. A legjobb kaposvári férfi versenyzőnek járó külön díjat Lengyel Tóti Bence, az első MCM Diamant Adorján Ese úszója vehette át. A Somogyi megyeszékhely is csatlakozott a Futókörök napja elnevezési országos programhoz. A hétvégén 15 városban gyűjtötték a kilométereket. 3 perc múlva elrajtol a Futókörök napja itt a Cseri Parkban található futókörön. Országszerte 15 helyszínen, többek között Kaposváron is rajthoz álltak a résztvevők a Futókörök napján szombaton. Ez a szabadidős rendezvény remekül illeszkedett a Somogyi megyeszékhely céljához, hogy 2030-ra városunk legyen az egyik legegészségesebb település Magyarországon. Ez a célkitűzés, ez pont ezekkel az aktivitásokkal érhető el, pont ezeken az életmód jellegű mozgásprogramokon érhető el. Így nagyon-nagyon büszke vagyok mindenkire, aki már 9-kor ide fog állni a rajtvonalra, és nagyon büszke vagyok mindenkire, aki egészen délután 5 óráig vállalkozik legalább egy körfutásra vagy sétára. Kaposváron délután 5 óráig nagyjából 300-an rótták a köröket a Cseri Park futókörén. Azt számít, hogy hány kilométer gyűlik össze a teljes időtartam alatt. Szabad gyalogolni, szabad futni, lehet sétálgatni, kutyát sétáltatni. Láttam, hogy még babakocsival is érkeztek kedves nagyszülők. Bármivel, csak minél több kilométer gyűjtsünk. Ez a feladat, ellenfelünk 14 van Magyarországon. Családok, baráti társaságok, kisgyerekek húztak futócipőt, hogy minél több kilométert gyűjtsenek a városnak. A résztvevők többsége azt mondta, számára fontos a rendszeres mozgás. Mint orvos az egészséges életmódnak a híve vagyok, és a rendszeres mozgást azt mindenképpen úgy gondolom, hogy hozzátartozik az ember életéhez. És hát tegnap ügyeletes voltam, és most reggel így még pont annyi erő van bennem, hogy még egy 10-12 kilométert le tudok futni, és akkor utána jön a jól megérdemelt pihenés. Kaposvár idén a középmezőnyben a 7. helyen végzett a futókörök napján. Összesen 2493 kilométert gyűjtött a város. Szombaton immáron 6. alkalommal hirdett nyárköszöntő futóversenyt a Somogyi Erdőgazdaság. A szervezők ezúttal egy új távval is várják az indulókat. Futás közben ismerhetik meg a zselici rengeteg csodáit azok, akik rajthoz állnak a Somogyi Erdőgazdaság nyárköszöntő versenyén. Ez az idén 6. alkalommal meghirdetett erőpróba, a kezdetek óta rendkívül népszerű, több száz résztvevőt regisztrálnak a szervezők. Az indulók ugyanakkor ebben az évben már nem 2, hanem 3 táv közül választhatnak. Közkívánatra elmondhatom, hogy egy harmadik 10 kilométeres távot is beiktattunk a 3,8-as
úgynevezett bátorító táv, illetve a 21 kilométeres félmaraton táv mellett az utóbbit egyébként, tehát a félmaratont azt lehet háromfős váltóban is teljesíteni. A Ropoi tó és a Zselici csillagpark környéke ilyenkor nem csak a futókkal telik meg, hanem azok családtagjaival és rengeteg érdeklődővel, természetjáróval. Évről évre nagyobb azoknak a száma is, akik kísérik a futókat. A versenyek végére nagyon jó kis piknik hangulat szokott kialakulni, hozzák a családok a plédeket, gyerekeket természetesen is kiülnek a tó partjára, vagy csak oda a zöldbe, és persze a futók is természetesen készülnek erre a versenyre. Mi reménykedünk abban, hogy a Zselic a természet szeretete, az erdő szeretete is közre játszik ebben, és persze természetesen az egészséges életmód is. A futóverseny előzetes regisztrációja már lezárult, de a helyszínen szombaton reggel 9:30-tól 10:00-ig még lehet nevezni. A szervezők a sportolókat vadpörkölttel várják ebédre, és minden befutó érmet, illetve fogadó csomagot kap. Az egyéni és a váltó kategóriák dobogósai pedig ezeken felül más ajándékokkal is távozhatnak. Nemzetközi lovastorna versenynek adott otthont a hétvégén a Kaposvári Pannon Lovas Akadémia. A rangos viadalra 11 országból érkeztek versenyzők. Nemzetközi mezőnyt láthatott vendégül a Somogyi megyeszékhely a hétvégén. Az indulók nagy része az ugyancsak Kaposváron sorra kerülő junior és ifjúsági Európa-bajnokságra való kijutásért pattant lóhátra. Ez a mostani CVI egy nagyon fontos rendezvény számunkra, hiszen ez a főpróbája július végi Európa-bajnokságnak. Most már ugye 4 évvel ezelőtt rendeztünk utoljára ilyen nagy versenyt, úgyhogy egy kicsit izgalommal vártuk, de úgy néz ki, nagyon jól összeállt a rendezőcsapat. Nagyon sok versenyző jött, ami számunkra egy kicsit meglepetés volt, úgyhogy itt meg is kellett hosszabbítsuk a versenyt 4 naposra, hiszen annyi nevezés érkezett, úgyhogy azt hiszem, hogy most már mondhatom, hogy minden készen áll a július végi EB-hez. A magyar lovastornát kifejezetten fiatal versenyzők képviselték a hétvégi seregszemlén. Nem olyan rég mentem a második fordulómat, szerintem majdnem mindent, amit tudtam, be tudtam mutatni, és elég jól sikerült. Egyelőre még nincs meg a kvalifikációs pontom, de szerintem még a következő versenyekben ez benne van a pakliba. Nagyon szeretnék kijutni, és szerintem reális is. Noha ez a verseny nem rájuk volt kihegyezve, számos felnőtt is megmérettette magát a Lovas Akadémia porondján. Egyelőre nem sikerült a legjobb formámat hozni. Az első fellépésem kifejezetten a gyengébb produkcióim közé tartozik, mert valami nem volt rendben a zenével, és amiatt a ló a szokásosnál gyorsabban ügetett. Ezzel együtt lehetett volna rosszabb is. Jelenleg második vagyok, és már várom a következő szereplésemet, mondta el kérdésünkre az egyik cseh versenyző. A számos dobogós helyezést felmutató magyar delegáció nem zárta sikertelenül a 4 napos viadalt. A hazai pályán versenyző lovas akadémia is jó szerepelt, a kaposvári lovastornászok junior csapat kategóriában a 3. helyen végeztek. A fitnessé volt a főszerep a közelmúltban a kaposvári körcsarnokban. Az IFBB gyerek Kaposvár kupán 10 egyesület versenyzői léptek szőnyegre. Szülőkkel és barátokkal telt meg nemrég a városi sportcsarnok lelátója, miközben a küzdőtéren egymás után mutatták be gyakorlataikat az ország minden részéről érkező versenyzők. Nagyon jó most a mezőny, rengeteg gyerek jött el, és annak örülök, hogy most vidékre is rengeteg versenyzőt láthatunk, úgyhogy nagyszerű a mezőny, fejlődnek a gyerekek, az első verseny februárban lezajlott, és azóta látom, hogy lépésenként mennek előre, fejlődnek a gyerekek, és nagyon jó a hangulat, minden gyermek mosolyog, jól érzi magát, csodálatos a szervezés, úgy látom. A viadalon elinduló versenyzők körében az izgalom rendre jó eredményekkel párosult. A mai nap 3B-s kategóriából indultam. Hát szintén nagyon izgultam, tehát hogy remektem, de most itt túlletem rajta, nagyon boldog vagyok most, mert én úgy érzem, hogy jól teljesítettem, és boldog vagyok. Én 4. éve járok fitnessre, és ez a 4. versenyem. Nem gondoltam volna, hogy helyezést érek el, de nagyon örültem neki. A házigazda Bakó Sas Fitness Ese népes versenyzőgárdával vett részt a seregszemlén.
Eddig körülbelül 14 versenyző ment le, ebből van számos érem, van bronzérem is, ezüstérem is, úgyhogy meg vagyok elégedve a lányokkal, nagyon erős a mezőny, de úgy érzem, hogy helytállunk, és a továbbiakban is bizakodó vagyok, mert még 24 versenyző fog következni a mai nap folyamán, úgyhogy majdnem 40 produkcióval indulunk, úgyhogy nagyon népes a mezőnyünk. A kaposvári fitnessesek minden kategóriát figyelembe véve 15 arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel zárták a kupát. És nézőink, Önök a Kaposport magazint látták. Friss sporthírekért, videókért kérem látogassák meg internetes oldalunkat, a kapos.hu-t. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!